Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Uranus bolygó hatása alatt mindig változásokról van szó. Néhány nappal ezelőtt Uranus bolygó megváltoztatta az irányát. Tehát itt lesznek változások, lesz egy fordulat, ez érezhető lesz nálunk. Az indiai számítás szerint Uranus bolygó a kos jegyében mozog, és az utal egy új kezdetre, egy új irányra. És én is kezdenék, hiszen bepillantunk a kártyák világába. Az első kérdés az lenne, mi az ő gondolata, mi az ő terve, és ezt megtekintjük most. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek. A kelyhek utalnak a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt esik az eső, vihar van, tehát valaki támadja őt, ő elrohan ettől a szemétől, vagy az érzelmeitől, és mint ahogy Uranus bolygónál mondtam, itt lesz egy változás, egy új irány, és ez a római 10-es szám egy új kezdetet jelent. Tehát ő lezár valamit, attól a szemétől elbúcsúzik, aki megbántotta őt, védi magát, de elrohan valamitől, vagy valakitől, és ez fontos, ez a döntés, hiszen így lesz köztetek egy új kezdet. És most bepillantunk az érzelmeibe, mit érez irántad. Nála vannak álmatlan éjszakák. Nagyon sokat töpreng azon, hogy hogyan tovább. Itt a kartok jelentik azt, hogy mennyire fontos lenne áttenni magát a félelmeken. Amit a kartok még jelentenek, az a levegő eleme. Kell a könnyűség kettőtök között. Fontos lenne ez a vonzalom, vagy kimutatni az érzelmeket. Ami még fontos, és arra utalnak a kardok, a levegő eleménél gyakran kommunikációról van szó. Tehát fontos lenne az, hogy ő beszéljen a problémáiról, és hogy tervezzetek egy közös jövőt. És mit fog közölni veled? Ő mutatja ezt az érmét, és az érméknél reális dolgokról van szó. Tehát ő szeretne kialakítani veled egy kapcsolatot, itt egy közös életutat, ezt az aranyutat, mert értékes vagy számára. Amit ez az érem még jelenthet, az anyagiak vagy a munkája, és ez a fiatal férfi utal egy új kezdetre. Ez lehet nála egy munkahelyi változás is. És most megtekintjük a képeket. Itt ezen a képen a kelyhek azt jelentik, hogy vannak itt érzelmek, ő szeret téged. A 10-es szám itt fent jelent egy új kezdetet. De mielőtt indít, itt rendeznie kell az anyagiakat, vagy valamit a munkát illetően. Vannak álmatlan éjszakái, valamin töpreng, és ő elgondolkozik azon, hogyan tovább,
hogy tudja ezeket az álmokat itt megvalósítani, hiszen a harmadik kép utal a föld elemére, ahol reális dolgokról van szó. Ami fontos lenne, hogy beszéljetek egymással az érzelmekről is, hiszen itt a kardok a levegő elemére utalnak, és a levegő eleménél mindig érzelmekről van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!